Aranyt követő rajongó, szép vasárnapot kívánok, szeretettel a vásárnapon, az úrnapján. Hát mit nem mondja, anyukám, jön, rongyolunk ide, mert vendégségbe, rokonlátogatás. Meg fogsz őrülni, ha bekapcsolódsz a családi eseménybe. Hát augusztus 15-e van, nagy boldogasszony ünnepe, úgyhogy sok szeretettel üdvözlök mindenkit, aki Mária. Dessendüvárban. Gazdag egy esemény ez a mai nap. Várjál már. Lököd ki, kinyitott kincsvirág. Jó, már is nyitjuk. Nézd, automatice nyílik, magát löki ki. Mert hogy, na, várjál már. Szóval, nagy boldogasszony ünnepe van, ez egy katolikus, óriási katolikus ünnep. Úgyhogy minden Máriának boldog névnapot kívánok. Sok szeretettel. Aztán mindjárt majd így bejelentkezem, mert millió ügy volt a mai napon, érted? A Panama megalapítását. Na már itt jövünk, megyünk anyukámmal, Monszala családhoz. Itt gyerekeskedtem, mindig ide jöttünk, halál előkelő volt, itt volt Pilu a cica. Várjál, már jövünk be. Hogy elnézek? Itt halál pupos. C'est ma tante! Elle est très fâchée à moi. Je suis très fâchée. Oulala, Arnézek, oh là, idègue, ben. Pif, Anouka, maintenant, elle ne veut pas parler avec moi. Bah, mais d'abord, je te présente mon copain. Non. Ő a másik unokatestvérem, ő neki a felesége, a nagynéni. Itt meg ugye Anna Mária, a kocsival kapcsolat, valami nem működik, itt egy idegben vannak. Ott van Joe bácsi, ugye a kanadai rokon, ott van Ildi néni, ugye a másik kanadai rokon. A puposzat család, de Ildi néni már Ildi néni úgy beinteget, ha kő, ha nem. És itt meg egy tetőablak, Jézusom, ott egy unokatestvér, ott az egyik őjük gyereke, teljes kánunk le, futballozik. Jön mindjárt a másik, olyan idegben vannak, hogy megőrülsz, megvadulsz, anyukám. Nézzenek, hát a hangodat nem hallod ebbe a puposztalán, mert mindenkinek el kell mondani egy magyar szót, figyelj. A nyelvrejtelmeiről beszélgetünk, nem, nem mondom. Dikkel kisozanom, grasz, töple, mon cousin. Vigyázz. Dikkel kisozanom, grasz, töple. Vigyázz, papa, c'est international, c'est pas hongrois. Voilà, c'est pour ça. Aïe, aïe, aïe. Non, mais dis... Elle part bien, on croit. Oh, elle est très... Nagyon kíván rá, megkésztünk két óra. Igen, igen, kíván teljesen. Hát itt megszepróbálom már ugye a nyelvet, mindjárt előrántom a kis unokatestvéreket. Most egy felújítva a pupos lakás, anyukám. Az anyukája lakott itt, Szüzán, akinek ma van a születésnapja. Ugye Szüzánnak, csak ma nincs köztünk sajnos. Várjál már, menet van. Tu veux que je t'aide pour débarrasser la table? Vigyázz! Idegben van a nő. Egy nagypapának itt is kín vannak a izéi, a kis képei, amiket csinált. És ez a váza annak a kép, megnézzük, egy Medzsenszkinek a képe, ami ott lóg nálam is, tudod? És akkor ez így le lett először rajzolva, utána azért befestette akarni a déd nagymamát. Tudod? Tehát anyukám, same family. Ez is nézzük, milyen kicsit a Matisszos a stílus, pedig ez nem Matisz nyugi, hanem ez Bálint, látod? Halálő kell az egész, most a teljes családot, na várj, Jézusom, várjál meg, nézd meg, itt is van, teljes idegben van az egész család. Szüzán, és azt hiszem, Lavarennek a képe, vagy ki nem, Mendózának a képe, ő volt az anyukája, Katina. Én meg az unoka testvéreim vannak, nézzük, teljes idegben vagyunk. No, mais goût, mais pourquoi tu veux pas goûter? Non, mais c'est très bon. Anyukám, olyan harc, hogy a szalámiért, hogy megőrülsz. De nézd már. És il y a du saucisson aussi, ça aussi. Ah, mais ça, je lui donne pas. Ah, tu veux pas? Ah, non, non, ça, je lui donne pas. Abol nem ad senki, nem. Non, c'est pour faire... Je les aviserai. Tu fais de rakott krumplit. De rakott krumplit. Non, non. Qu'est-ce que tu fais ici? Non, non. Tu fais de quoi d'ici? Non, non. Qu'est-ce qu'il y a?
Oda nézd már, Sziszikét. Na legyél már megvadulva. Nézzen. Új tetoválásuk van, ilyen tetoválás, ilyen tún. Nem, már le akarnak lépni anyukám, mert a klímát az idáig sikerült megcsinálni. Mert meg időben nekiálltunk, úgyhogy ez 94 fok van, és egy ventilátorunk. Érted? Megőrizd, megvadulsz. Jelenleg a képek megosztásáról van szó, a család fotókat válogat, Anna Máriának magyaráznak, Sziszi ott üldögél, vége a családi ebédnek. Moi j'ai fait un vidéo pour mes followers, Cathy. Qu'est-ce qu'on fait? On a fait les photos, on a partagé les photos. Ah oui, il faudra parler en français. Ouais, ouais. Ja, tényleg franciaul beszélek, maradjál már nyugtalan, anyukám, hát észre sem veszem. Anna Mari, nem megy a klíma, úgyhogy Anna Mari nézetes idegben van, már alig várja, hogy összeesszen a kocsiba, mert körülbelül egy másfél órája akarunk elindulni. És teljes idegben vagyunk, és akkor az égém Ildikó, mert ugye nálunk Ildikó a fotó felelős, és végén még felkiabált egyet, hogy Jézusom, nem csináltunk közös fotót a kanapén, úgyhogy most... A Zsobácsi is idegben van, mindenki a mobiával van. Ja, hát ő Nana, a Nanár, ja, hát a Nanát már ismer, jó pofa. Már családtól elváltam, jó nézel ki, lelökött a bubesz engem ide a tengerpartra. Na, mutatom gyerekkorom egyik helyszínét, itt vagyok a Promenade des Anglais. Anyukám, amikor izé voltam, csecsszopó, ugye, ahogy ezt mondják, Búrivás plázsra jártam le, annak idején láthatod itt a képben. A könyvben, amit ugye Pap Gergővel írunk, abban majd látod olyan fotókat, ahol bedagadt orcával az öreg Cilla. Pif, anyukám a szék, meg kezdeszed, mit jelképez a szék? Régen itt végig ilyen kék székek voltak lerakva. És ez annak a jelképe tele volt, ugye a Promenade des Anglais, ugye az angolok sétányán jöttek, mentek és puposítottak a angolok, és az La Chaise de... Itt van, 2014-ig voltak itt, látod ezek a székek. Nézd meg, milyen pupos. És most ugye, ahogy ígértem, követőnek, rajongónak, tovább folytatom utamat, anyukám, mondom, hogy a plárexil a gyerekkorát töltötte, már megindulnak, nézd meg a ejtőernyőszök, ugye ezek a parasztütök viszik őket a motorcsónakkal. Öreg Cilla bedagadt fejjel itt jött, és megyünk be a Nizai óvárosba. Hát Nizza elég nagy történelemre tekint vissza egyébként, majd ott van, arra felé van, kérlek szépen, a Negresco Hotel, ugye, ami a magyarok kívánnak, de hát ez mégiscsak egy román tulajdonosa volt annak a hotelnek, de az egy külön sztori, de meg vagyunk hívva. Kám, ez egy Chi Hotel lesz, ezt már mondanom, hogy Chi Hotel látogatás nagyon régi történelemre tekint vissza, már az ókorba is ment a puposzkodás, most abban nem megyek bele, hogy itt mi minden folyt, itt a gyöngyöspatai Nizzába, de annyit tudjál, hogy óriási harc volt Nizzáért, tehát Aragónia királya első, vagy második Alfonz, vagy harmadik, vagy negyedik, vagy azt se tudja, bonjour, fiatalember, meg akkor elfoglalta Nizzát, 1176-ban második Alfonz, most gyorsan megkukszoltam már, mit gondoltam, hogy Díkez hova nőtt meg, nézd meg a vásszobor. Nézd, már is mutatom, hogy mi ez a vásszobor, anyuka. Megy a ég felé, ne ürje, semmi, csak világítás. Szóval már akkor elfoglalta, és aztán a város két része szakadt, mert ugye Genovai köztársasághoz is akar tartozni Nizza. De teljes idegben voltak, figyelj, aztán a spanyol örökösödési háborúba 14. Lajos Nizza környékét elfoglalja, majd kinevezi magát Nizza grófjának. Tehát csak úgy ukmukfuk, tudod? Nem hülyéskedett. Ő fogta magát, és így kinevezte magát. Egyébként Nizzát a középkorban a óriási fejlődésnek indul a város az 1300-as években, de ugye, amit behurcoltak ugye Törökországból, a nagy kikötőkből Velencén keresztül Európába, a pestiszt. Csí! Na megállt az a fej. Képzeld, de várjál, megyek a Masséna tér fele, az jó néz ki, onnan a óvárosba. Tehát azt képzeld el, drága követő rajongó, most nem tudom, hogy meg vagy elégedve, hogy engemet látod ilyen jó állapotban. Folytadikál le a torkomon, hogy megőrülsz, megvadulsz. De most képzeld el, hogy 1340-ben több mint 13-15 ezer fő volt a lakossága Nizzának. Hát a Pest is takába rakta, úgyhogy több mint a fele elpusztult, nem csak a 40%-a. És egy ilyen 4-6 ezer főre visszaesett Nizza lakó. Anyukám, home, sweet, az én nagymamámnak anyukám valahol erre volt itt, vagy a Garibaldi téren, vagy itt a Place Masséna-n volt egy kis rétessütődéje. Hát anyukám a magyar rétessel úgy hódított, hogy megőrülsz, megvadolsz. Egyébként 1406-ban egy elég szép és nagy zsidó közösség is élt Nizzába,
de az egyház nyomására 1430-ban megfosztják a jugaiktól az itteni zsidókat, és gettókba kényszerítik őket, és kb. 1733-ban kapják vissza a polgári jogokat, most megyek be a Óvárosba, vagy merre? Erre megyek, jó nézek ki. Visszakapják, és akkor már imaház épül minden, és akkor egy elkezd fejlődni a nizai zsidó közösség, ugye, amit aztán a holokauszt ideje elég érintett. Na, piff, édesem, itt van a villamosunk, látod? Halál gyepes a villamos, halál előkelő, a reptér. Számítsál arra, hogy te itten nézd meg a gyepész villamosat, te gyönyörűen ki tudom menni a repülőtérre, tudod? Nincs semmi gond, plazmaszénát most a kába rakom, mert jövök a Óvárosba. Egyébként képzeld el, hogy ez az 1800-ban egy nagyon rövid ideig Nizza osztrák fennhatóság alatt is állt, majd később Napóleon innen indítja meg a piemonti ütközetét. Figyelj, olyan adatokat mondok, hogy megőrülsz, megvadulsz, mind Nizzához kapcsolódik. Te meg nem akarod ezt megjegyezni. Ja, Napóleon! Napóleonról akkor beszélünk, amikor Korzikába fogunk menni, de ma kívánhatol boldog születésnapot Napóleon Bonapartnak, aki egyébként ugye a mink szerintünk anyukám, ugye a osztrák-magyar monarchia szerint rémes volt, de majd Korzikáról elmesélem, hogy Napóleon rengeteget tett a feudalizmus felszámolásáért, azért, hogy oda jussunk, ahova jössünk, a polgárság kialakulásáért. 1769. augusztus 15-én született Napóleon Bonaparte, tehát olaszul Bonaparte, az apja egyébként ügyvéd volt, és egy kisnemesi család volt, várjál, honnan, hát nem tudom, azt hiszem firenzei, vagy valamilyen kisnemesi családból származik Napóleon. Óriási karriert fut be, nézd meg anyukám, mint a Vittyó, hát az is elég nagy karriert futott be. Viszont Napóleon tett is valamit az országért. Mit akarok a kamerát, mielőtt jobban belemerülök ebbe, hogy a Vittyó, és akkor takába kerülünk. Itt vagyunk itt a Óvárosban, a nizai Óvárosban jövök, megyek, intézkedek, pöcsételek, ha kell, ha nem. Egyébként az olasz városokra emlékeztet, hiszen ugye Olaszország, Franciaország teljes őrületben volt, Savoyához tartozott, és a savoyai grófsághoz, meg Genovához visszafoglalta, ő idejött, az ment, nem tudom, teljes idegben volt az egész, ha gondolod, belemeltünk ennél jobban, de nem akarok fárasztani a töri órában, mert megörülsz meg. Jövünk az Óvárosba, majd mindjárt meglátod a igazságügyi palotától kezdve, itt vagyunk a főtéren, tehát teljes az őrület, hiszen mondom, Olaszország szélén van, ugye, hát ha akarod, akkor én nagyon szívesen belemerülök ebbe, hogy mit kell tudnod, és hogy voltak, és ki hogy hódított, és jött előről, hátulról, előre, tétre, helyre, befutóra. Minden esetre a végén ugye a franciáké marad Nizza. Egyébként a háború alatt a második világháború... Na, várjál! Shopping! Először is itt van egy Auer cukrászda. Kezdem ott. A másik. Ha provenci dolgokat akarol vásárolni, Compagnie de Provence, ez egy remek üzlet, már is megmutatom, örüljé neki. Ezek a szappanok, mint Savon de Marseille, isteni illattal, ezek üvegbe vannak, itt az utántőtője, imádni fogod te. Itt ezért oda... D'abord, il faut prendre le masque, déjà. Tu sais que ma tante qui a dit qu'il faudrait parler en français, mon petit queveté, mon petit rayongo. Enfin, ça, tu comprends pas. Non, alors, ben, hongrois. Il y a les diffuseurs, il y a ça, c'est très très bonne qualité. Anyuka, vous êtes la Provence, c'est très élégant, les compagnes de Provence. Chic, ça c'est très chic. Nézzek, gyönyörűek az üvegek, ez egyébként üveg, látod, c'est vert. Attends, regarde. Mais de parfum, c'est très très bon, moi j'adore. Regarde, il y a des lavandes, il y a tout. Anyuka, nézzed meg, ez egy óriási minőségben vagyunk. Leszem, tényleg, ha ide jössz a provenci részre, akkor ezekből érdemes lesz, ez is üveg. Mármint ez nem, nyugodjál meg, ez meg utántöltő. Itt szoktam megvenni az ilyen nagy szappanadagokat, tudod, mert mint kézmosszó, meg ilyen őrületekben vagyunk. Szávon az azt jelenti, hogy szappan, várjátok aki. Excuse-moi, követő rajongó, és just après on a Nice, donc just après il y a Olivier. Na, ez már anyukám a olajos, itt van a olajos. Itt lehet jó cuccokat venni. Na, jövünk be az Óvárosba, most az óvárosi részt fogom. Moins 50%. Mondjam már, c'est combien ça coûte? Qu'est-ce que je peux acheter chez vous? Ez a duncannice.com, ezt nézd meg, ez egy nagyon popos előkelő üzlet. De megyek tovább, amennyiben a kisnő nem jön át rajtam, úgy élek. Tehát, amikor te bent vagy Nizzába, ide te lerongyolol,
fáradt testedet ledobott, főleg vasárnap, hogyha szombaton jó megküldted magad pasztiza. Kám, hogy már megint maszkba vagyok, tétrehelyre befutorom, a bútba fő kellett venni. Jövök be, várjál már, ezek jövök be itt a pupozba. Tehát ezek itt eltakáznak, és gyönyörűen piacolnak, most már elkezdik kiragni a zibbászárukat, jövöl itt be. Egyébként ugye ez az olasz kapcsolat, képzeld el, hogy amikor Szardéniát és Piemontot ugye egyesítik az olasz királysággal, figyeljél, várjál, akkor ugye beegyesítik, néznek, de jó nézel ki, bonzúr, kedves. És egyesítik a nagy olasz királyságot, akkor Olaszországhoz csatolják ugye ezt az egész nizai területet, tehát azért látod ezt egyébként ilyen olaszosan ezt a dolgot, meg rengeteg olasz név van az utcáknak. Ez az óvárosra jellemző, Nizának a többi része azért már pupolsz anyukám, előkelő franciás, az már előkelő. Ez egy kicsit olyan olyan csoszogós olaszos, tudod? Meg fogod látni. Aztán harmadik Napóleon az, aki Lombardiáért cserébe visszaszerz. Nézd meg, ez előkelő étteremször, és mindjárt jönnek a kis butikok, ezt is meg kell neked mutatnom, anyukám a zibbászat. Szóval akkor ott tartottunk, hogy harmadik Napóleon, ugye, Nizzát akkor ide csatolja, ugye, Franciaországhoz, hogy Nizza újra Franciaország részévé válik, Istennek hála. Egyébként erről ugye ez legitimizálja egy népszavazás, ahol 20 000 mellette szavaznak, hogy legyen francia, és csak 200-an szavaznak ellene. Úgyhogy azért érzületében Nizza mindig is francia, hogy nézd már, meg van egy ilyen pupoc kiállítás, itt van. Hogy hívják? Jean-Paul Belmondo. Te! Mindig ezen vagyunk kanyámmal, hogy neked az Alain Delon vagy a Belmondo. És számink azt mondjuk, hogy inkább ez a sármos ez a Belmondo. Hát nézzek, ilyen jó nézett ki a öreg Belmondo. Alain Delon meg olyan olyan tökéletes volt. Várja, és mikor vannak az ivásáron? Először is, no, ne rágd a körmöt, fiam, ne rágjad. Nézd meg, ez előkelő étteremször, és mindjárt jönnek a kis butikok, ezt is meg kell neked mutatnom, anyukám a zibbászat. Szóval akkor ott tartottunk, hogy harmadik Napóleon, ugye, Nizzát akkor ide csatolja ugye Franciaországhoz, hogy Nizza újra Franciaország részévé válik, Istennek hála. Egyébként erről ugye ez legitimizálja egy népszavazás, ahol 20 000 mellette szavaznak, hogy legyen francia, és csak 200-an szavaznak ellene. Úgyhogy azért érzületében Nizza mindig is francia, hogy nézd már, meg van egy ilyen pupoc kiállítás, itt van. Hogy hívják? Jean-Paul Belmondo. Te! Mindig ezen vagyunk kanyámmal, hogy neked az Alain Delon vagy a Belmondo. És számink azt mondjuk, hogy inkább ez a sármos ez a Belmondo. Hát nézzek, ilyen jó nézett ki a öreg Belmondo. Alain Delon meg olyan olyan tökéletes volt. Várja, és mikor vannak az ivásáron? Először is, no, ne rágd a körmöt, fiam, ne rágjad. Nézd meg, a boxoló kaninak a foga már ki van lökve, mit számít? Jean-Paul Belmondo, oda néz, champion de France de boxe de 1962. Anyukám, még nem is éltem, 72-ben. Még nagyon sokáig, itt már öregszik, itt már nézd meg, ott már jól állnak a ráncok típus. És akkor itt, hát ez egy ikonikus valaki nekünk itt, ez a Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, Brigitte Bardot, hát el tudta azt képzelni. Na de ugye, menjünk csak tovább, édesem, itt a zsibvásáron, mit, amit még tudnod kell, ugye az 1800-as évek közepétől ugye az európai arisztokrácia kedvenc üdülő, anyukám, üdülgettek itt az arisztokraták. Viktória királynő megépíti a Rezsinát, az fönn van a hegyen a Szímjén, és ugye mindenki ideér. Alexander Dumas azt mondta, hogy ez már inkább Anglia, mert annyi angol volt itt, hogy mint Franciaország, néha-néha egy-egy honfitársba ugye bele lehet botlani, de ugye inkább többen beszéltek francia, vagy angolul és oroszul, ugye az orosz arisztokrácia is itt izé téblából, természetesen a magyar nemesség is. Később egyébként ugye az emigrációba Károly Mihályné született, Andrássy Katinka, a vörös grófnő maga is Nizzába, aztán azt hiszem, hogy később Antibban él, de ugye ide jött emigrációba, és akkor rongyolok be a kis utcába, aztán inkább Arany Bazika barátommal kell találkozni, mert jönnek ide, meghívtuk egy előkelő mergezre, nem tudom, hogy mergettem. Meg kellett venni, minden halál mergezezésben vagyunk, úgyhogy arra fogunk rohanni. Ne nézed a pupos izémet, a Lenovo-t, te, hát ebben van minden, te ez, tudod, ebben van kártya, ez belököd. Anyukám, ezen izé bolyongok ezzel a tablettel. Annyira imádom, most be kell kezdem beállítani, teljes idegben.
idegben vagyok. Nézd, a hajamat azt már teljesen szétiszlögtem. Várjál, már a internet elment. Most már nem biztos, hogy menni fog. Megmutatom, hogy csinálom. Majd várjál, hogy működik. Van toll. Tudod, azzal tudom nyomkodni. De alapvetően a következőt szoktam csinálni. Fogod magad. Figyelj már. Ne ordítsál, kisfiam, nem látod, hogy szoliba vagyok? Hát ne. Ez nem igaz, hogy már felszikoltottál. Várjál, mert már ideértek a többiek, de mindjárt megmutatom, hogy következd magad. Előkapod a izét, a kockát. Ezt itt ki tudod nyitni. Mondom, hogy ne ordítsál már, Julien. Hát ott ennyi az egész. Itt belököm a billentyűzetet, parancsolja. Billentyűzet, lököd. Pifanyukán belököd a kódodat, és már intézel mindent, érted, Anett az ott van fönt, látod, mert ilyen kártyás, belökted a kártyát, 4 izével, és így, olyan, mintha egy rendezgépet vinnél magadra, amikor menetelsz tovább, ezt lehajtod, és köszön, te már üzletasszony, hogy Anyesbít, itt van, de ez egy nagyon jó kis tervezőnő, hát erre rárepülök, esküszöm, Anyesbít, om, oda néz. Cipálom a cuccaid, de anyukám, mi vagy? Ja, persze, hogy zárva van. Jó nézel ki, ne idegesítsél már. Ezé van, 15-e van. Mi az? Augusztus 15, érted? A Mária idegbe van, érted? Megy a mennybe menetelezés, minden, ami mi asszonyunk, nagy asszonyunk, a boldog asszony. Nézd meg, most már itten jövök, megyek, intézkedek, most mindjárt megnézzük az éttermeket, de aztán rongyolunk tovább, mert meghívtuk a barátainkat, édesem, izé, főzés, sütés, indul a merget, kóbász lesz a szádba, ha akarod, ha nem. Még mutatok, je vous montre qu'il y a les gens, tu sais, mert na, az éttermek már elkezdtek megnyitni, számok vannak mindenhol, így várnak, tehát tanuld azt is meg, nagyon fontos, nem rongyolsz be, hanem stop, pass, sanitaire. De mindig egy étterembe soha nem mész be. Szia, hova üljünk? Na, ott a szabad üljél oda. Mert lehet, hogy foglal. Megállol az ajtóba. Ez nagyon sokszor Magyarországon ezt így nem tartják be. Megállol így. Nekem a barátaim mondják, te mit állsz itt? Hát mondom, várom a pincő. Ha menjél már beljebb. Nem illik anyukám, ez ne a etikett szilával. Hát megállsz és azt mondod, est-ce que vous avez la table pour 3 personnes, s'il vous plaît? Un instant, s'il vous plaît. És akkor várol, un instant, az, hogy izé, takázzál, odébb nézek. És utána, ha azt mondja, venez avec moi, tessék velem jönni, te akkor megy el be az étterembe. Addig ott maradol kint. Na, tessenek jönni. Na, a másik, ja, hát ezt is majd megmutatom. A másik, amely nagyon cipálom ezt, ezt a gépet, mindjárt megmutatom. Például, hát ezt most látnod kell neked, itt van ez itt. Látod te ezt? Most mindjárt nézek. Fogod magad, te ezt így lenyitod, nagyon figyelj öreg Cilára, kódomat ütöm be, azt te nem láthatod, jó pofa vagy, addig nézd a kanikat, jó? És itten, most nagyon itten fogod magad, és lekuárkódolod ezt, nézd, ő ezt már be is ütötte, nézd, és már megnyomod a böngészőjét, és te már tudod étlapot nézni, amit akarod. Nem vadulsz. Une petite minute, s'il vous plaît. J'attends quelqu'un, merci. Már anyukám etetni akarnak, és te már itten nézed, hogy ennek a Van Diemen's éttermet, én már tudom, hogy itt mi folyik. Látod? Ennyi a egész, itt van valami magyar telefonszám, nem tudom én, accepté, és akkor kész. Látod, mennyire egyszerű? QR kód. Van egy étlapod, már nézed, már intézked, welcome to Wondom, we hope, Hát ez imádom ezt a Lenovo-s cuccot. Na takar tovább mondjuk, mert itt le akarnak húzni engem egy jó kis... Csíjányokám, rongyolok. Drága követő rajongó, ennyit tudjál Nizzáról, ez amit én most el tudok neked mondani, itt van Csicskatól, amit én most neked így el tudok ezzel kapcsolatban mondani, és amikor majd mindjárt le fogom neked bajazni, hogy ugye a Pupos Negreszko Hotelbe mutat, te az egy egész nap lett. A Negreszko Hotel, kérlek, szeretette, ez egy múzeum. Te, mint az egér a labirintusba itt próbálok kijutni, tehát így tekeredek jobbra, tekeredek balra, kassa leja. Ja, a másik. Bevezették itt is, hogy szaniter igazolvány kell. Van a nemzetközi, az Európai Uniós, azt most már a Bubesz letöltötte, azt is egyébként ezzel nagyon jól le tudod élni, olvasni. Ott is QR kód van. Rákattintanak, megnézik, és azt mondják, Szaba Janos. Tegnap megnézte egy kanyi, és azt mondta, János, mondom, maga onnan? Nem Janos, hanem János. Azt mondja, mert ő román. Mondom, Dika Kolozsvári, szép város, Kolozsvár.
Legarany követőim és rajongóim, tűzijáték van ugye az idősonynak köszönhetően, nézd meg, Mantomba megy a tűzijáték, és most amint annak vége, abban a pillanatban ide fog átjönni az egész tűzijáték, és itt rokköbünk át, mert ez a kurva nagy szőtétséget látod, ott lesz ide. Hát nézd meg, anyukám, mindjárt. Most Budapesten is lesz tűzijáték, állítólag a legnagyobb. Mit mondta Bubesz, mekkora lesz Budapesten? Még se hányat lőnek föl? Több ezer rakéta. Három. Sokkal. Hát itt anyukám, ezt tudom. 8-szor nagyobb tűzijáték lesz Budapesten most 20-án, mint ami eddig volt. Nagyon pupos lesz, nem, nem ilyen kis csicska tűzijáték, mint amit ezek itt összerítjentettek. Nagy boldogasszony ünnepén. Hát egészen el vagyok keseredve, vagy ennyi. De mindjárt jön itt nálunk, tűzijátékos vacsora lesz. Egyes pupos elnézés, Jézusom, a parfümőrnek kiszütöttem egy pillanat alatt a szemét, még jó, hogy az órára nem mentem rá, érted, Gabriella, parfümőr, inkább itt, ne ragudjál, nagy boldog asszony ünnepén olyan előkelő társaságot így jelentettünk itt össze, neked mutatom a tűzijátékot, egy strelícia levél oda belelóg, ne idegeskedj, ugye, Mihály ugye itt cigarettázik, az ilyen balkonon. Michel, tényleg mi? Hát anyukám, hogyha tényleg a lölő az itt Laurent lett nekem, akkor Misikéből Michel lesz. Balázsból meg mondjuk Balázs... Blesz. Blesz. Blesz Balázs. Nézd meg, ne egy durrancsákot ki neked. Bubesz készíti a izét, Sam Sainak ingere, azt látok itt. Megy a rozé, nyugodjál le. Érted? Pipanyukám, nézd meg, majd lökik föl, mindjárt durran egyet anyukám, ezt nézed. Pupas, pupas dél-francia tűzi játék, dík, de komolyba vagyol, oda nézzél már. Nézd, várjál, már meg akartam mutatni, hogy nézzél, mindjárt jön a tömeg, majd gyűlnek, éjszakra gyűl az évad. Nézd oda. Nagy boldog asszony ünnepe, Balázsom, az mi is volt, várjál, az azt hiszem, hogy a szülinapja, ugye? Hát a kamari szülinapos volt, jó nézel ki. Nézek, hát és ott van Manton, ott van a Szent Michel, katedrál, vagy nem, bazilik, mi? Második János Pál avatta, azt hiszem, hogy katedrálá, vagy bazilikává, vagy valami. Ne kérdezz a különbséget. Ja, te, ma olyan papot láttam a templomból kicsoszogni, hogy megőrülsz, megvadulsz. Hát nem, azt hittem, hogy modellkedik abban a ruhában, érted? A jó csuhájában volt, a fehérben.